tegnapi projekt még nincs teljesen befejezve, ugyan a keret az készen van. A megvilágítás még hátra van. Úgy terveztem, hogy LED csíkokat fogok fölragasztani a fa keretre, és az lesz a világítás. De ma legelső dolgom az lesz, hogy elemet veszek ebbe a mikrofonba, mert egy kicsit viccesen viselkedik. Gyors irodai bejelentkezés, ami most eddig történt, elmentem és vettem LED szalagot ehhez a kerethöz, amit szépen fel is ragaszgattam erre a részre ide, illetve erre a részre itt. Ez a két kábel itt szabadon van hagyva, itt lesz majd egy átfutó kábel a másik oldalra. Én most itt tartok éppen ebben a LED szalag felragasztással, de szépen haladok, és ha készen van, akkor megmutatom, elég jó kis fényereje van neki. Megmutatom, jó? Szóval lesz itt fény, úgy néz ki, hogy elég jó. Azért világít még csak ez a fele, mert ugyebár itt ezt még összekössem azzal a résszel ott, amit még éppen ragasztok. De majd jó lesz. Tudjátok, hogy mi ez? Felmosó pálca. Nézd, mennyi volt egy darab. Ezek a rudak, ezek azt a célt szolgálják, hogy tartsák azokat a papírhengereket, amit majd ennek a keretnek a hátuljára fogok tenni. Lehet kapni ilyen papírtekercseket, és az szolgál majd a videófelvételeknek a háttereként, úgymond. Ilyen papírtekercseket szerintem lehet kapni fehérbe, feketébe, igazából bármilyen színűbe. És ezeket a papírtekercseket, mikor szükségem van, vagy videózok valami olyasmit, akkor csak kihúzom, firkantok rá, vagy rápakolom a cuccokat, ami kell. Ha elhasználódik, akkor csak letépem. Ennyi. Gondolkodtam rajta, hogy veszek ilyen fa rudat, de hát a sokkal drágábbba került. Szerintem ez volt a legolcsóbb megoldás. Erre a célra tökéletesen megfelel. Nem tudom, de már egy ideje ismeretlen nők jelölgetnek be, hogy legyünk ismerősök a Facebookon. Ahó, én nem ismerlek titeket, hagyjátok abba! Valószínűleg ez az új Facebook spam. Bár nem igazán olvastam róla, szóval fogalmam nincs, hogy kik meg mik, de most is van egy baráti fölkérésem, de fogalmam nincs, hogy ki ez. ban elkészült a felső kamera állványom. Úgyhogy most letesztelem. Készen vagytok? Sziasztok! Na erre való a keret. Most már remélem, hogy mindenki érti, hogy miért volt az a nagy fölhajtás. Úgy ez az első tesztje ennek a felső kamerállásos sztorinak. Még lehet, hogy lesz még, vagy adok hozzá még LED szalagot. Úristen, az ott jó görbe. Most magamra zoomolok. Hát remélem, hogy tetszeni fog majd mindenkinek azok a videó magyarázatok, amiket így felső nézetbe kell kamerázni. Évi megint megy ma edzeni, úgyhogy indulok haza. Probléma. Az a helyzet, hogy ezt a lécet, amin a kamera van, ha ezen az oldalon használom, akkor így veszem fel a videókat. Azaz fejjel lefele. Ezt a problémát gyorsan orvosolnom is kell. Ez jó lesz. A hason. Így most már tuti, hogy jó lesz, nem fogom összetéveszteni.
Begurultam a papírú írószerboltba, hogy vegyek egy tintapatront, mert mivel találtam egy tollat, egy nagyon régi tollat, ilyen szépen írós, ez a hegyes végű tintás töltőtoll, ez a jó szó, ez az, töltőtoll a neve, és kellett bele egy patront vegyek. Nem sikerült találnom pontosan ugyanolyan patront, mint ami benne volt, de hát ha jó lesz az a patron, amit most. Most viszont már tényleg megyek, mert szét fogják rúgni a hátsó felemet. Fornett is pogácsa. Gyerekek, csütörtök van. És mi van csütörtökön? Kezdődjön. Rátaláltam egy hírre, amin konkrétan elhajítottam az agyam, mert annyira durva. Nem tudom, hogy mennyire vagytok, nem tudom, esetleg közületek. Volt már valaha olyan, aki földön kívüli szeretett volna lenni? Van egy srác, vagy lány, szerintem egyik sem igazából, nincs neki neme. 22 éves sminkmester elhatározta 17 éves korától, hogy ő egy ivartalanított, földön kívüli szeretne lenni. Miért akarsz földön kívüli lenni? Eleve, miért akarsz földön kívüli lenni, ember? Hát, meg. Eleve földön kívüli lennél már, hogyha csak ezt a dolgot elmondanád a nagyvilágnak, hogy te földön kívüli akarsz lenni. Tudni biztos, hogy mindenki így nézne rád, mint a... Ez a 22 éves úriember több mint 14 millió forintnak megfelelő, gondolom, dollárt fizetett plasztikai műtétekért. Tehát a csávókám konkrétan ott jár, hogy rendesen ivartalanítva van, értitek? Nyisz! Levágták. Mindjárt mutatom róla a képet. Így néz ki. És ráadásul kedves földön kívüli barátunk. Hát ez sminkeli magát. Igen, sminkeli minden nap. Egy új sminket, tehát nyilván sminkeli magát, mivel a sminkmester, másképp nem sminkelné magát. Ez ilyen munkahelyi ártalom? Nem tudom, képzeld el a buditakarítót. Minden nap buditakarít, mert hú, de milyen jó, vagy nem tudom. Ha esetleg van köztetek földön kívüli, akkor szívesen meghallgatom a véleményeteket, hogy mit szóltok ehhez a sráchoz. Ennyi volt a hihetetlen hírek. Találkozunk jövő héten csütörtökön.